Itt vagyunk ismét, kedves nézők, folytatjuk tovább a második negyed döntővel a Gibraltar Darts Trophy közvetítését. Egy korábbi világbajnok Rob Cross bemelegítő dobásait élvezhetjük. Ellenfel az ifjú északír Josh Rock, aki eddig ugye három mérkőzésen van túl, és már két kiemeltet búcsúztatott. Bizony. Bocsánat. Kicsit lemaradtam. Ugye ez a két kiemelt, Clayton, illetve Michael Smith, úgyhogy ilyen skalpokat szerzett már a szemtelenül fiatal és nagyon jó vagányú játszó Rock. Itt szerinted, ha Cross ellen nyer, az meglepet, nagy meglepetés? Mindenképpen meglepetés szerintem Josh Rocknak az elődöntője. Ugye idáig akárhányszor eljött European Tour fordulóra, még nem jutott el a vasárnapi etapig. Ugye őket már találkoztak, ráadásul az idei Austrian Darts Open volt. Tavasszal, áprilisban, igen. Igen. És ott Rob Cross győzött 6-2 arányban Josh Rock ellen. Hát ha ennyi lenne ma is, akkor azt mondanák, oké, hát ezt várta nagyjából mindenki. Hát igen. Én megmondom őszintén, amit most láttam ezen a hétvégén Josh Rocktól, az nem ez az eredmény várható. Ennél sokkal szorosabb. Végül is még benne van az is, hogy Josh Rock behúzza ezt a mérkőzést. Nagyon jól kezd, 140-nel Josh Rock. Igen, és az átlagai is fantasztikusak voltak. Mikül ellen még pénteken egy 96-8, Michael Smith ellen 94-07, Clayton ellen pedig 98,7. Mondjuk az csak az utolsó 11. legben tudta behúzni Rock. Rob Cross pedig Ryan Joyce-t verte nagyszerű átlaggal, majd 105-össel 6-4-re, illetve Rusty Jake Rodriguez-t 6-3-ra. 134 Cross-tól. Ja, aki itt győz, az lesz majd Peter Wright ellenfel az első elődöntőben. Tisztes távolságban egyelőre Cross. Lehet, hogy búcsút mondhat az első legnek így. Nem is megy rá a bullos útra Josh Rock, mert bőven van ideje. De jó játszik! De nagyon szép 132-es kiszálló! Hibátlan három nyíl után, vezet 1-0-ra. Igen, hát ezzel azonnal bizonyította, hogy még van benne energia, és győzni akar. 99. Ugye most már kialakult az Európa bajnokságnak a 32-es mezőnye, tehát nem meglepetés, ha azt mondom, hogy Josh Rock ott lesz az Európa bajnokságon. Jelenleg a 24. helyen tartózkodik. Gabriel Clemens-el egy szinten van, pontszámban. A gyáva oroszlán is megérkezett. Az Úza nagy varázslóból fölírta oda egy táblára, hogy ott van Gibraltáron a legjobb szikla. Ez jó pofa, szellemes, mert ugye a rokka sziklát jelent, és igen. Gibraltár egy 1500 méteres szikla alá épült, mármint a maga a város. Megvan a tripla 20. Megvan a tripla 19. Nem dob rá, kerekít inkább. 204-ről nem lehet kiszállni. Abban bízik Cross, hogy azért ez a dupla 16 nem fog. Nagyon sokszor próbálja azt, különben a mérkőzéseim. Hát délután nagyon jött neki. Most van. Is. 1-1. Ott van, egy csokorba szedte Cross. Peter Wright egyébként az előző meccsen 105,07-es átlaggal, 67%-os kiszállózással nyert. Egy 132-es kiszállóval és három darab 180-assal. Oh, 134.
Frostnak is jön a tripla. Kettő is benne van. 140. .99-280-ig tudott csak lejönni Josh Rock. Szeretett volna egy 137-et dobni, hogy 170 maradjon. De 19-en nem jött a tripla. Nem úgy, mint most Rob Prostnak. Kettő is jön, 130. Jó, játszanak mind a ketten nagyon. Nagyon. Villámgyorsan bemelegedtek. Ismét 96. Bréken töri a fejét az angol. Igen. Még egy tripla 19 kell. Nem jött 70 pontnál 54-re. Úgy van, maradt a 16. És akkor 112-ről az északír. Nem lesz kiszálló. És 16-os se jött. Dupla 8 crossnak, hogy a 16-os szereti. Nézzük, hogy a mellette lévő szektor szereti-e. Elsőre nem jó. Ráadásul arrébb is kell állni jóval, mert betakar neki az első nyíl. Most már aztán pláne vissza a másik irányból. A legrosszabb így keresztbe dobni a táblán. Nincs is meg? Nem. Bravúr lett volna onnan az ezt behajítani. 65-ről Rock. 25 megvan, és akkor dupla 20. Dupla 10. Megmenekült Josh Rock, 2-1 neki. Ki tudja használni az esélyt. 99,9 tizedes cross átlaga. 100 fölött van valamivel Rock, úgyhogy nem lehet panaszunk erre a mérkőzésre. Bizony nem. 134-jel kezdett Rock cross saját legében. Csak 58 a válasz. Megint jön alul kettő, megint 134. Nem hagyja annyiban cross. Igen, sajátját mindenképpen hoznia kell. Nagyon szép, 174. Tessék, Rob crossos majom. Most nem jön a tripla alul. 59 csak a dobás, ez... Hiányzik a nem tripla. Jó, bőzően nagyon kellett volna. Igen. Egy tripla, egy nincs kiszállón. De Rocknak sem jött. Se jött. Egy tripla megvan. Tripla 18, nem jött. 98 a dobás. 76 a maradék. Fú. 180! Ott a teher, rosszal. Ez legalább két nyílke, de lehet, hogy három. Megvan a 220-as, úgyhogy dupla 18-on be lehet fejezni. Megoldja. És örül neki. 2-2. .134, Josh Rock kezdett így. Hát Josh Rock tényleg egy jó nebuló itt a darts iskola, mondjuk az, hogy egyetemén. Igen. Ugye? Szóval nagyon szépen mondja fel a házi feladatokat folyamatosan itt Gibraltáron. Nézd oda! 180! Parádés! Ugye Kalen kiesett, ő a rockstar, akkor mit mondjuk az északírre? Az új rockstar, nem? Hát legfőképpen rockstar, igen. Fú, ahogy játszik! 171! Azt a mindenit! Hát ezt nagyon nehéz így tartani crossnak. Pedig megy ám ő is. 125-ös kör. Dupla 8 Rocknak. Ott van! Nagyon szép. 10 nyilas. Elképesztő. Este már a második 10 nyilas. Húha.
Hát világbajnoki színvonal ezen a mérkőzésen. 111-es átlaga van Rocknak, ott vanni, és 103-as Crossnak. Viszont ugye a kiszállózások az Északírnek 75%-os jelenleg, 4/3. Crossi ez 40%. 5/2. Három már kiestek a kedvencek közül. Azért még bőven vannak itt nagy nevek. Ugye Michael van Gerben majd Litton Espinellel játszik. A negyedik negyed döntő pedig Clemens Heta. 93. Ugye a legjobb 8 közé 6 kiemelt is bekerült. Az egyik nem kiemelt Rock, a másik pedig Clemens. Igen. 91. Ott liheg megint Rock, Cross nyakán. Big Fish az elrepült, inkább elúszott. Marad 72 Crossnak. Tizenhetesnél marad a triplán, gyönyörű. 24 maradt. Kicsit elszámoltam megint magam. Miközben azt néztem, hogy ugye Josh Rockot látjuk most játszani. Fogjuk látni az Európa-bajnokságon játszani, valamint fogjuk látni a Players Championship Final-en is. Megvan közben a 72 nagyon szép. Hozza a sajátját, Krasz. Felesége? Igen, meg az édesapja. Már nem a feleség édesapja, hanem az ő édesapja. Ez négy gyerek van, ugye? Igen. Jól tudom. Elképesztő, hogy egy fiatal emberről van szó, és ilyen nagy családja van. Szóval akkor ez Rockéve? Ez Rockéve. és ugye a Players Championship Final-en két státuszban is fogjuk látni, mert egyszer részt vesz magán az eseményen, valamint ugye a döntő napján az ifjúsági világbajnokság döntőjét fogja játszani. Hogy fogja ezt bírni? Fiatal ember. Persze, 21 éves, bírnia kell. Igen. Hát ahogy most játszik Josh Rock, ezzel Wrightot, Van Gerwent is meg lehet verni. Igen, nagyon szép határozott játékot mutat. És nagyon fegyelmezett, nagyon koncentrált. Itt a játék felénél még mindig 111,2 Josh Rock körátlag és 103,6 Rob Crossé. Hát jönnek a fiatalok szépen. Kérdezhetnék, who's that boy? Szóval tényleg 21 éves kisrác. 2016 óta játszik, tehát 15 évesen kezdte. Megvan a tripla 19. Tripla 20, az nincsen. Tripla 18, az sincs, maradt a 72. Hát itt tálcán adja lehetőséget Rocknak, hogy legyen 4-3 akár. Sima 19, és a dupla 20-ra egy nyíl. Ott van, nagyon szép! 100 pluszos kiszálló, tessék! Őrle! Nem szabad engedni őt, mert abban a pillanatban könyörtelenül lecsap az esélyre, és 4-3-ra vezet. Egy nagyon változatos, hihetetlen magas színvonalú mérkőzés. És hát ugye úgy, hogy Rock egyelőre nem volt hátrányban a meccsen, azért mindenképpen lélektanilag ez számít. És hát mi van, az ugye nyert legeket tekintve, hat kell. Azt nem várhatja Rob Cross, hogy nagyon elfáradna mentálisan Rock ezen a mérkőzésen. ...59 mindössze. Fúha. Nagyon keményen dobja. Ugye, 133. Mi van abban a palackban, hogy célzó víz, hogy te így dob? Az a jó az ásványvíz, hogy bármit beleteszel, az
megzavarosodik tőle. Úgyhogy... Igen, ez igaz, tényleg. Igen. Még egy. Ó, nincsen még egy. 72. Kíváncsi vagyok, hogy Cross milyen utat választ ugyanarról, 132-ről. 65 maradt, ugyanezt fogja választani. Igen, tehát Bura kezd? Igen. Triple 19-en kell folytatnia. Nincs meg. Nincs. Ó, és fölül szektor hiba. Ez egy rosszabb kör volt, mint Rocké. Bull. Jó, akkor 57. 17-es kell. Húha. Csak összehozta azt a 40-es kerekítést. Hát azért ritka, hogy egy ilyen hasábot nem tudott eltalálni egy profi. Szimplán. Hát igen, most ez nagyon fontos lett volna neki ez a leg, mert ugye akkor 5-3-ról tudta volna ő kezdeni. Dupla 16, meg egy Crossnak. 4-4. 4-4. Tapad továbbra is. Ezért izgult annyira Josh-nak, mert tudta, hogy Cross viszont biztos, hogy meg fogja dobni. 99, a rock kezdése. Átlagban még mindig Rocknak, 100,8 Crossnak. 104. Tud javítani. Kiszállózás Rocknál 80%, Crossnál 57. Tehát egy döntőnek is beillő magas színvonalú meccs. Igen, ilyenkor van az, hogy de kár, hogy az egyiknek ki kell esni. Igen. 134. Íme, átlagok. Nem jött a 2 tripla 20 a 18-as után, így nincsen kiszálló. Ugye ma már volt egy olyan mérkőzés, sőt 2, ahol a győztes és a vesztes is százas átlag fölött zárt. Igen. Egyik a Wright Searle, a másik pedig a Joyce Cross mérkőzés. 96, ez is. 131 a 151 ellen. Ebből kiszálló nem lesz. 93, 92. Járunk, 72 maradt. A 72. Igen. Megvan a tripla 20. Ott nincs. Nincs. 74-nél tripla 18. Igen, az. És maradt a 20. Gyönyörű. Nagyon szép játék. És megint ugye szorul a kapca Crossnál. Még egy 20-as. És egyes lett! Hát ő is tud hibázni. És besokal, eldobta a nyilat, csak úgy... Méregből. Igen, és besokalt vele tripla 19-re. És ezt megcsinálja, fogadjunk, Rock. Megbizony, 5-4. Ez pszichológia is valahol. De nagyot hibázott most Rob Cross, korábbi világbajnok. 45-tel kezd. Elúszhat ez a hajó. Egyikét nagyon jól hozzák a sajátjukat, nem volt még break. Tehát itt mindenki hozta a sajátját. És ha ez így marad, ugye akkor Rock fog tovább jutni. Igen. 58. Hú, tripla ötlet. Nem jönnek most a fontos triplák. 52. Akármennyire jó a mérkőzés, de a közönség mintha a moziba ülne. Hát igen. 180! Hát néha azért lehet tapsolni, kiabálni. Kereplőket be lehet vinni? Nem. Nem? Ilyeneket Dudát? Nem szóval. Semmi ilyesmi nem szóval. Csak saját hangszálakat lehet vinni hangszernek. Bevinni neki a légkürtöket, az kemény lenne. A vuvuzelát, mi? Jaj, tényleg! Ja, amikor Petersen bejön, tudod, ott én Afrikában volt a vuvuzela, foci bébén. 99, hát nem lankad, Josh Rock. Végig rendkívül megbízhatóan játszik.
16-osra úgy van, marad a 40. Tehát Cross próbálja kicsikarni az utolsó leget. Nem lesz kiszálló, meg lesz ez a döntőleg szerintem. 45! Dupla 20-ra 3 nyíl, és akkor jöhet az utolsó mindent eldöntő leg. De ezt be kell dobni a Crossnak. Be is dobja. És ok, kezdi az utolsót, mehet a pacsi. És akkor nézzük. Most fog kiderülni, hogy mennyire stabil idegileg Josh Rock. 59, nem jött tripla első körben. Mert ugye gyakorlatilag el lehet felejteni azt, ami eddig történt, ez a legdönt. Második Robkosznak dobja. Második leesett. Ott a tripla 20. Második alatta, levált. 137. Prima. Nagyon szép. Idáig. Nagyon szép. 132, bocsánat. Új, de milyen jó játék! Meglegyinteti a kiesés Szelek Rost. Még egy kellett volna, de nem az egyesbe! Nem oda! Nincs kiszállón. Tehát Rock kezében lehet a döntés majd. Egy jön neki. Kettő még is. Volt a 38. Tessék. Tehát mindenképpen rádobhat a mérkőzésre. Legalább 3 nyila lesz. Levált. 139. És akkor dupla 19. Érik a meglepetés. Hármas kerekítés. Jó, dupla 8-ra még egy meccs nyíl. Oho! Kettő meccsina, tehát nem tudott elsüllyeszteni Josh Rock. Vissza Crosshoz. 50-ről, hát ő edzésen 10-ből 10-szer ezt valószínűleg megcsinálja, de ez egy verseny. Dupla 16-ra kettő nyíl a meccsért. Amit imád. Még mindenki egy nagyon, nyíl. Nagyon messze van ahhoz képest, hogy oda akarta dobni. Viszont benne van! Mekkora mérkőzés volt ez külön. Kötélből vannak az idegei. Itt vannak az átlagok, hiába magasabb Josh Rocky, a rutin végül is diadalmaskodott. Valamivel stabilabb volt a végén Rock Cross. És hát lehet látni itt a képeken, Cross szereti a Rockot. Egyelőre ennyit, kedves nézők, szünet, és aztán jön egy másik korábbi világbajnok, Michael van Gerwen, ellenfel az angol Nathan Espinel.